Itt az ősz, itt van újra, de vírus ide vagy oda, mindenképpen ránk fér újra néhány művészet pirula. A Szép Művészeti Múzeumban spanyol képünk van még bőven, folytassuk hát a festészeti kalandozásainkat ezúttal egy gyönyörű nővel. Dominikos Theotokopoulos, avagy ismertebb nevén El Greco, bűnbánó Magdolnája, különleges műalkotás a mester életművében. Egy magabiztos kézzel festett mestermű, amely büszkén hirdeti alkotója személyes diadalát. A Kréta szigetén született görög mester hazájában elismert ikonfestőként dolgozott. Ám az ambíciózus mester nem volt elégedett a sorsával, és minden bizonnyal csodálattal teli vágyakozással szemlélte itáliai kortársai alkotásait. A Cinquecento festőinek képei ugyanis olyasfajta művészi szabadságról tanúskodtak, amelyről egy ikonfestő álmodni sem mert. Érett fejjel 26 évesen hajózott el Velencébe, hogy szerencsét próbáljon és megkezdje élete legnagyobb kalandját. Nem csak meg akart tanulni úgy festeni, ahogy azt már az elismert nagyvelencei mesterek, mint Tiziano, Tintoretto vagy Veronese tették, de túl is akarta szárnyalni őket. Versenyezni kívánt még a kortársak által isteninek becézett Michelangelóval is. A 16. századi Velencében a festők, köztük Tiziano, Palma il Vecchio, Giorgione vagy Cariani újfajta női ideált teremtettek. Képeiken a hölgyek testi adottságainak kihangsúlyozására törekedtek, legyenek az ábrázoltak akár szentéletű nők, akár mitológiai vagy történelmi szereplők. Dominikos mester, vagyis a görög, azaz El Greco, ahogy az itáliai ismerősei nevezték, bűnbánó Magdolnája minden tekintetben tökéletesen megfelelt ennek az ideálnak, és minden olyan esztétikai és technikai elvárásnak, amelynek Itáliában egy első vonalbeli művésztől elvárható volt. El Greco legnagyobb példaképének Tizianót tekintette. E festmény mind a pasztel színvilágában, mind a fénykezelésében és a kompozíciójában adósa a nagy mester műveinek. A nő alak porcelánszerű szépsége, szolíd érzékisége, az ég felől révedő, áhítatos tekintete mind-mind emlékeztetnek Tiziano híres Magdolna képeire. Nem véletlen, hogy El Grecóra eleinte sokszor Tiziano tanítványaként hivatkoztak a műértők, bár az semmilyen forrás nem támasztja alá, hogy velencei tartózkodása során valóban dolgozott volna példaképe műhelyében. El Greco élt néhány évig Rómában is, és mintegy 10 év itáliai tartózkodás után döntött úgy, szerencsét próbál Spanyolországban. Második Fülöp megbízásából számos itáliai művész dolgozott az El Escoriali kolostor dekorációs munkálataiban. Ám a görög mester hiába bízott benne, hogy ő is egy lesz azok között, akik a király szolgálatába léphetnek. Művei ugyanis nem nyerték el második Fülöp tetszését. El Greco végül a 16. századi Spanyolország legnagyobb városában, az ország jelentős kulturális és vallási központjában, Toledóban telepedett le. Itt élte végül le az életét, és alakította ki a példaképeitől egyre inkább eltávolodó, sajátos és összeemtévezhetetlen stílusát, és vált ezzel fogadott hazája egyik legkülönbözőbb művészévé. El Greco a bűnös életét megbánó, a palesztíniai Magdalából származó Mária, vagyis Mária Magdolna képét többször is megörökítette élete során. Egyike azon témáknak, amelyeket újra és újra megfestett, így az egyes képeken kiválóan végigkövethető stílusának fokozatos alakulása. Ha sorra vesszük ezeket a műveket, láthatjuk, hogy bár a modell látszólag mindvégig ugyanaz marad, az ábrázolás egyre stilizáltabbá válik, az alakok arányai pedig egyre kevésbé valóságosak. A szövetek és a tárgyak textúrája egyre merevebb, az alakokat bevilágító fény is egyre keményebb. Amíg talán Itáliában festett korai kép finom érzékiség eltűnik, a spanyol katolikus közeg elvárásainak megfelelően visszafogottá és mértéktartóvá válik. El Greco, bár görögnek született és élete végéig büszke volt gyökereire,
Mégis Spanyolországnak köszönhette, hogy teljesült az álma, és az egyetemes művészettörténet egyik legkiemelkedőbb mesterévé vált.